Köszöntöm Önöket, ez itt a Kék Lámpások novemberi adása, ez a Város Rendvédelmi és Mentésügyi Szervezeteinek magazinja. Szétroncsolódott holttestek között mozognak, összehúzzák a hullazsákot, életet mentenek, de legfőképpen igazságot tesznek és bizonyítékot gyűjtenek. Kiderítik, hogy miért történt tragédia. Ki hibázott, és miért nem ment valaki haza a családjához. Székesfehérváron nagyon nagy az átmenő forgalom, ezért sok baleset történik az utakon. A helyszínelők sosem tudhatják, hogy mi vár rájuk egy-egy baleset helyszínén, sosem történik két egyforma eset, a rendőrök mégis mindenre fel vannak készülve. Nemrégiben országos szakmai megméretetés szervezett számukra, a legjobb helyszínelők számára, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A székesfehérvári baleseti helyszínelő párost azonban nem csak itt, a versengés közben, hanem a mindennapi munka során is figyelemmel kísérhetünk. Ez az autós ágázolt egy biciklista Berényi út és a Csento utca kereszteződésében. Az idős asszonyt a mentők ellátták, a helyszínelést pedig a fehérvári rendőrök végezték el. A páros egyik tagja meghallgatja az autó sofőrjét és a kerékpáros asszonyt. Ez egy kerekes távolságmérő. Amíg a beszélgetés zajlik, a másik rendőr felméri a helyszínt. Ezzel kell felmérnünk a helyszínt. A helyszínelő fényképeket készít és távolságot mér, így rögzíti a bizonyítékokat. Helyszínvázlaton rögzítettem a baleset helyszínét, ugye a járművek elhelyezkedését, ugyanazt, mint a fényképfelvételen, feltalált biológiai anyagmaradvány, tehát ez a kerékpárosunknak a vére az aszfalton. Ezt mindet ugye geometriai szabályoknak megfelelően méréssel elvégeztük. A rendőrök azt mondják, csapatmunka zajlik a helyszínen, hiszen nagyon gyorsan és pontosan kell dolgozniuk. Amíg a helyszínelők végzik a feladataikat, a mentők sem tétlenkednek. Az elgázolt asszonyt látják el, majd kórházba szállítják őt. Nem mindig a mentő ér elsőként a helyszínre. Olyan is előfordul, hogy a helyszínelők az első egyenruhások egy balesetnél. Ilyenkor természetesen nem a bizonyítékok gyűjtése, hanem az életmentés az első dolguk. Daróczi Csaba egyik első ilyen esete egy gyalogos gázolás volt. 5 éves kisfiút ütött el egy autós. Nekünk kellett beavatkozni. Tehát itt én próbáltam nyugtatni, lefogni a gyerkőcöt, mert ugye elég nagy fájdalmai voltak. A kolléganőm pedig... meg ugye kinyitottuk az elsősegélyládánkat, és a kolléganőm pedig csillapította a vérzést, illetve tamponálta. Aztán kiérkeztek a mentők, és továbbiakban ők látták el. Próbálta nézni a lábát, ezt ugye nem engedtem neki, próbált mozogni, amennyire tudtam, lefogtam, illetve kérdeztem a hétköznapi dolgokból, tehát megpróbáltam ebből a sok hatásból, amit őt érte, kimozgatni, elterelni a figyelmét. Hiába vannak fájdalmai, akár el van törve a lába, képes lenne több száz métert is elsétálni. Ezt kell ugye megakadályoznunk, hogy a későbbiekben ne legyenek további sérülései, szövődményei, illetve az addigi sérülését jó irányba vissza lehessen fordítani. A főtörzsőrmester azt mondja, ha a mentő a helyszínen van, a sérültekről, esetleg a halottakról nem vesz tudomást, és csak a saját feladatára koncentrál. Kicsit szívtelennek tűnik, de nem hat meg minket. Akármennyire sérülnek meg az emberek, meghalnak, akárhányan halnak meg. Ha ott kint a helyszínen kiérkezünk, és minket is a látványtól ér egy olyan sok hatás, hogy ez meghat minket, valamint a későbbiekben is egy ilyen trauma alakul ki bennünk, akkor már a helyszínen és későbbiekben sem fogunk tudni úgy dolgozni.
A kerékpáros gázolás után a forgalmat a helyszínelés idején másik rendőrpáros irányítja annak érdekében, hogy ne történhessen újabb baleset. Sűrű a forgalom, ezért egy gyors forgalomterelőt hajtottunk végre terelőkúpokkal. Ez azért is fontos, hogy a helyszínen feltalált nyomokat a járművek ne rongálják, tehát azt minél jobban eredetbe tudjuk a későbbiekben rögzíteni, valamint, hogy ugye mások, illetve mi azért mozgunk a helyszínen, a saját testi épségünket védjük. Daróczi Csaba a fehérvári rendőrség baleset helyszínelő csapatának egyik legfiatalabb tagja, alig több mint egy éve végzi ezt a munkát. A főtörzsőrmester 2007-ben szerelt fel a Hajdú-Bihar megyei kapitányságra, de akkor még bűnügyi vonalon mozgott. Aztán, amikor 5 évvel később hozzánk került, a közlekedés lett a területe, de mint mondja, ezt egyáltalán nem bánja. Nehéz volt átszokni, mivel teljesen más volt a mentalitása, más voltak a feladatok ezen a szaktéren, de igyekeztem beletanulni. Aztán körülbelül már egy éve voltam itt, amikor kipattant a fejemből, hogy én baleset helyszínelő akarok lenni, mivel ugye a közlekedési osztályon azért elég sokat dolgoztunk a baleset helyszínelőkkel. Aztán elkezdtem magamat képezni, és eljutottam odáig, hogy hát egy kicsit hosszabb várakozás után lett egy üresedés a baleset helyszínelőknél, és sikerült felkerülnöm. Daróczi Csabának csupán néhány évet kellett várnia arra, hogy teljesülhessen az álma, az, hogy baleseti helyszínelő legyen. A főtörzsőrmester azt mondja, a helyszínelés lett az igazi hivatása. Ahogy egy régi baleset helyszínelő mondta, ha kiérkezünk a helyszínre, itt mindenki segítséget vár tőlünk. Tehát aki okozta a balesetet, az is valamilyen szinten egy bajba van, és aki a balesetet elszenvedte, az is bajban van. Egyiket valószínű fogja érni egy jogi következmény, a másik ójuknak pedig vagy személyi, vagy tárgyi dologi sérelme keletkezett. És nekünk kell igazságot tenni. A baleseti helyszínelők többnyire párban dolgoznak, de előfordul olyan is, hogy egyedül teljesítenek szolgálatot. Daróczi Csabának az első ilyen egy kacifántos ügy lett. Fának csapódott autó, 2 a helyszínről elmenekült ittas férfi, aki közül az egyik megsérült. DNS mintavétel, szagmintavétel, aztán ülésbeállítás, a vérnyomok rögzítése a járművön. Szerencsésebb esetben voltunk, mivel az egyik ölyük sérült úgy, hogy vérzett, és az utas oldalon voltak inkább vérnyomok, tehát már itt lehetett következtetni, hogy kivezethette a járművet. Miután a rendőrök elfogták őket, a férfiak mindent tagadtak, de pár nappal később az egyértelmű bizonyítékok miatt végül beismerő vallomást tettek. Felestem a motorra. Felesett a motorra. Felesett fel. Az övé akkor ez a járgán? Az igen. Egy drón ütközött a motoros vállának, ezért esett el a mór és csókakő közötti úton ez a férfi. A baleset nem igazi baleset, hanem kitalált esemény. A helyszínelők mégis minden tudásukat bevetik azért, hogy jól oldják meg a feltételezett szituációt. Nem véletlenül országos szakmai versenyt szerveztek a megyében azért, hogy a legjobbak összemérjék tudásukat. Igen. Újabb baleset, a fehérvári helyszínelő párosnak most egy fényképezős feladatot kell teljesíteniük. Egy baleseti helyszín, ahonnan az elkövetők elmennek, és meg kell állapítaniuk az itt talált elváltozásokból, hogy kivezethette a gépjárművet. Itt a belső szélvédőn lévő elváltozások, ülésbeállítással kapcsolatos és a biztonsági övvel kapcsolatos beállításokkal. A párosunknak éjszakai helyszínelés következett. Nyomszegény helyszínt produkáltunk a baleset helyszínelőknek, ami azt jelenti, hogy egy autó gumit megpreparáltunk, kivágtunk belőle egy darabot, és ezzel készítettünk egy homokfelületbe egy lenyomatot. Hogy azonosítás könnyebb legyen, 4 darab autógumit használunk fel az azonosításra, és ezzel, hogy megkönnyítsük a dolgokat, ezt azért találtuk ki. Adott volt egy keréknyom és 4 gumiabroncs, no meg villogó kék lámpa, és azon túl teljes sötétség.
Rendelkezésükre bocsátottunk mindenféle eszközt, fénytechnikát, tehát azt használnak, amit akarnak, rájuk van bízva, sőt, megpróbáltunk produkálni egy éles helyzetet azzal, hogy egy megkülönböztető jelzést is használunk, kérésre bármikor lekapcsoljuk, de ez eddig a csapatok közül kettő főnek jutott eszébe. A helyszínelők versenyén az átlagostól eltérő, kihívást jelentő szituációkat kellett a rendőröknek megoldaniuk. Fekete koncert keresünk, nincs. Így kerülhetett sor például egy lovaskocsi balesetre is. A rendőrök azt mondják, ritkán találkoznak a mindennapi munka során hasonlóval, ezért az agytekervényeket igazán megmozgatta a feladat. A rögzítését szintén vizsgálni kell, hogy mindenhol be van-e csatolva. Megfelelő méretűre van állapotban. Székács Viktor főtörzsőrmester 12 éve dolgozik baleseti helyszínelőként, és Gyuláról érkezett a versenyre. A lovak azonosításához használt jelek, villogok felismerése, illetve lóútlevelek összehasonlítása, valamint beazonosítása, hogy ezek a lovak valóban azok a lovak, amelyekről mi okmányokat kaptunk itt a helyszínen. Ez adta a nehézséget ebben a feladatban. A háromnapos program célja az is, hogy a speciális modellezett eseteken keresztül fejleszték magukat a megyék legjobb helyszínelői. Nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni, mint például itt a lovasfogatnál is, ugye, hogy a kiértékelés során ugye elmondják, hogy mit hibáztunk, és azért így jobban rögzül, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor tudni fogjuk legközelebb, hogy mit hogy kell csinálni. A háromnapos verseny első állomása elméleti feladatsorból állt. A következő nap pedig vezetéstechnikával folytatódott a vetélkedés. Ez a jó képességűvel vízibicikli. És végül a balesetek következtek. Itt például Nádnak csapódott egy vízibicikli, vélhetően az erős szél és az ittas vezetők miatt. De ahogy korábban láttuk, lovas és légi baleset is szerepelt a repertoárban. A gyakorlati feladatok során összesen 9 helyszínen kellett az egyenruhásoknak helytállniuk. Szerintünk egész jól sikerült, amit tudtunk, azt megtettünk, amit tudtunk, rögzítettünk, a képek is elég jól sikerültek, ezt már későbbiekben a bíró fogják értékelni. Eddig 5 feladaton vagyunk túl összesen, nem tudjuk, mivel hogy pont számokat nem mondanak, ez majd csak a holnapi nap folyamán fog kiderülni, hogy pontosan hogy sikerültek a feladatok. Elsődlegesen mi úgy érezzük, hogy nyilván van, ami jobban sikerült, nyilván van, ami talán egy picivel közepesebben. Az országos szakmai versenyt nem véletlenül szervezték meg idén megyénkben. A tavalyi megmérettetést ugyanis a székesfehérvári csapat nyerte, melynek már akkor is tagja volt Szabadkai Szabolcs. A főtörzsőrmester azt mondja, most talán még jobban izgult, mint az első vetélkedő előtt. A tét persze nem volt kicsi. Nagyon nagy felelősség számunkra, és egy kicsit valamilyen szinten teher is, hogy megmutatni a többi megyéből érkező kollégáknak azt, hogy még mindig azért jók vagyunk a szakmánkban. Illetőleg azért ez egy nagy dicsőség, és én úgy értékelem a megyének, hogy ezt a versenyt így megrendezhette. A székesfehérvári páros idén az országos összesítésben az 5. helyen végzett. Hiába végzett a páros az ország legjobbjai között, a napi munka alól nem mentesülhetnek, mert ezt talán nem is bánják túlságosan. Szabadkai Szabolcs 2008-ban szerelt fel a fehérvári rendőrségre. A főtörzsőrmesternek akkor gyermekkori álma vált valóra, hiszen 6 éves kora óta arra vágyott, hogy egyenruhát húzzon. Ez egy régi álmom volt, tényleg gyerekkori álom volt. 6 éves korom óta ezen gondolkodtam és ezt terveztem, és az egész iskolás évemet is erre építettem föl. Ez nem csak egy szakma, ez egy hivatás rendőrnek lenni. Sokszor szoktam hangoztatni azt, hogy az embereknek való segítés, ami úgy érzem, hogy a legfőbb motiváló erő volt ahhoz, hogy rendőr legyek. Szabadkai Szabolcs a kezdetek óta közlekedési rendőr. Járőrként kezdte a szakmát, majd járőrvezető lett, és több mint 5 éve a fehérvári helyszínelők csapatát erősíti. A főtörzsőrmester máig emlékszik az első komolyabb balesetére. Mi értünk oda talán elsőre, még a mentő előtt egy olyan 15-20 másodperccel, és már láttuk, hogy a hölgy elhunyt,
nyilvánvalóan az rossz volt, hogy akkor abban a szituációban, hogy nem tudsz már semmit tenni azért, hogy neki az életét megmens. Mindezek ellenére a főtörzsőrmester azt mondja, nem érintik meg és nem is érinthetik meg őt az ilyen tragikus események, hiszen munka közben az érzékenységet nem engedheti meg magának. Szét kell választani ezeket a dolgokat. Minden egyes balesethez, aki megyünk, ezt munkaként kell értékelnünk. Egyiket sem szabad emberi tragédiaként felfognunk, mert nyilvánvalóan az embernek ez idő után már nagyon sok lenne. Tehát kimegyek, ez a dolgom, megcsinálom, és akkor utána bejövünk, itt is az ittbeni gyatokat elkészítjük, és kész, de jön a következő. Ez ilyen egyszerű, mert ezt így szabad, és így kell tudni kezelni, különben az ember nem lesz helyszínelő. Hiába volt egy halott, egy helyszínen, ő meghalt, sajnos, ő már bántani minket nem fog. Ezt tényleg munkaként kell ezt a részét sajnos felfogni, azért, mert, mint már mondtam az előbb is, hogy sajnos ezt másképp feldolgozni nem lehet. Két korábbi balesetanyagának elkészítését kérem. Ahogy a reggeli eligazításon is kiderül, a helyszínelőknek nem csak az úton, az irodában is van teendője bőven. A páros, ha éppen nem egy baleset helyszínén dolgozik, a kapitányságon várja a riasztást, de addig sem tétlenkednek. Volt egy dolgos ötésünk, és akkor meg kéne nézni a kamerafelvételeket. A rendőrök a baleseteknél készített bizonyítékokat rendszerezik ilyenkor, és tanúkat, gyanúsítottakat hallgatnak meg. Ez egy helyszínvázlat. A helyszínen készített vázlatok akkor lesznek igazi bizonyítékok, ha számítógép segítségével elnyerik végső formájukat. Az egyenesen haladó járműnek nem adták meg az elsőséget. Ezeken a rajzokon minden méretarányos és a részletek is aprólékosan kidolgozottak, még a színeknek is jelentőségük van. Ki kell jelöljük a helyszínrajzon a baleset okozóját, minden további balesetben részest zöld színnel jelöljük. Irodai munka vagy éppen helyszínelés az úton forróságban, esőben, fagyban, tomboló szélben. A helyszínelőknek rengeteg nehézséggel kell megküzdeniük munkájuk során, sosem tudhatják, mi vár rájuk egy-egy baleset helyszínén. A fiatal emberek ennek ellenére azt mondják, a legjobb helyen vannak, hiszen azt csinálják, amihez értenek, és a szakmájuk a hivatásuk. Szeretni kell. Te nem szereted, akkor nem tudod csinálni. Ha szereted, akkor tudod csinálni, de ez másképp nem lehet. Valamilyen szintű alázat kell nyilván a szakma iránt, de a szakma szeretete az elkerülhetetlen. Nagyon vágytam erre, kicsit mondom, féltem ugye a feladattól, mennyire tudok megbirkózni vele, hát ez rengeteg tanulással jár. Tényleg olyan közegben tudok dolgozni, ahol senki nem zárkózik el ettől, tehát amit információt magunkba szívunk, azt azért próbálunk átadni a másiknak, így szinte egymást készítjük fel. És hát már ugye lassan egy éve itt vagyok, sőt több mint egy éve, azért szívtam magamba annyi tudást, hogy már most tudom ezt ugye kamatoztatni, és élvezem is a helyzetet. Tehát sikerélményem van azzal, hogy egy kisebb-nagyobb balesetet azért meg tudok oldani. Miért jó rendőrnek lenni? Mert helyszínelő lehetek. Kedves nézőink, ez volt a Kék Lámpások, remélem, hogy találkozunk egy hónap múlva, ugyanekkor, ugyanitt, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!